Levél a kohol mélyrögről. Azt is megírom, hogy új tanítót választottunk, mert az előbben jobb kinyére ment a szomszéd faluba. No, röttentő nagy tudományú ember ez az új tanító. Nem hiába, hogy városi eredeti, Pápa szemet is visel, noha még ifjú ember. Még jó formán mög se melegedött. Kihirdetteti az templom előtt, hogy estére gyüleközzenek be hozzá az emberök. Hát, őgy begyüleköztünk. Mondok, mit akarhat? Hát, azondi, hogy azondi. Tisztőt kössék, ennek utána vasárnaponként tanítani fogom az öregöket. Mondok magamba, ez engem nem illet, De mi a csodára akarja tanítani a többit? Elmélyik magam is, hogy lássam. Hát, legelsőbe is arról beszélt, Hogy azonni, az ital túlpusztul a magyar. Mondok magamba, de fordítva beszél, Mert mi éleszti az emberbe a lölköt, ha nem az ital? Na, de mondok, várjuk el a végit. Hát, magyarázza aztán, hogy a borba kohol rejlik. A kohol pedig mélyrög. Csak a fejemet rázom rá. Hát, az öndi, mely a kend a fejét? Hát, először is azért mondok, mert azt cselekszöm az fejemmel, amit akarok másodszó. Lehet, hogy a kohol mélyrög, de az bor nem mélyrög, az már bizonyos. Azt ki az, aki nem tapasztalta, hogy a mög zavarodik az ember? Mondok, egyik zavarodik, másik okosodik. Kinek milyen a természete? Azt mondi erre, minden borba tanáltatódik, kohol mérök. A vagy kent nem részökszik e mög, ha sokat iszik? Mondok, mög részegődni, mög részökszök, ha sokat iszok, de az nem a kohol esik, hanem hogy az bor jóféle. No, azondi, hát ez az alkohol, ez a mérög, tehát minden bor mérges. Mondok, lehet tanító uram, hogy a városi bor mérges, de a falusi bor nem mérges. Legfőjebb az ember mérges, aki iszik. Minek okáér is? Átmentünk a tanítás után az kocsmába, hogy megtapasztaljuk, hogy van-e kohol a mózsi borába, vagy nincsen. Kácsa is hozta a hegedűt. Végan dadoláztunk. Hát mondok, itt a bizonság, hogy más borba löhet mélyrög. De a mi borunkban nem, hogy mélyrög volna, hanem nagy kedves vidámság. Nem is büntel már a következő vasárnap senki se a tanítóhok.